Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig az Oxygen Not Included folytatása. Fincsi 5 tonna acél. Lassan egész emberi mennyiség áll rendelkezésünkre. Plusz némi arany és egyéb is. 4 tonna arany, na, akkor újabb aranyszobákra van azt hiszem lehetőségünk. Wow! Hát az újabb aranyszoba keretében nagyjából el is fogyasztottuk a megtermelt arany készletet. De ezzel azért jelentősen hozzájárulhatunk majd a egész napos dekorációs szintjükhöz, ami pedig igen hasznos. Még azt hiszem közvetlen morált is ad. Ugye a előző napi átlagos dekor. Ha jón tudjuk tartani szépen, akkor plusz 6-ot ad, egyébként csak plusz 1-et vagy plusz 3-at vagy ilyesmit. Márpedig azért az drasztikus lehetőség. Nyilván majd némi takarításra szükség lesz. Hogy a darabkákat az építkezés után elvigyük, de azért az egy egyszeri pillanat, egyszeri gyors akció, miután az összes fal megépült, legalább ezen a szinten. Aztán még majd egy jó móka lesz a maradék két lakórészt le festeni, learanyozni. De úgy látom lassan elkészül, sőt egész gyorsan, ha úgy vesszük. És utána takarítsanak gyorsan. Na, mondjuk lehetett volna akár ötössel is kijelölni, ugye van, aki nem tud kimenni a dobozok, ruhák elégtelen oxigénellátása miatt. No, nagyjából elkészül itt ez a teljes doboz.
teljes átjáró fal. Utána folytathatjuk végre a többi munkafeladatot, felderítést, mi egyebet. Egyelőre elég kajánk, hidegünk, mi egyebünk van, úgyhogy azok a felderítő fúrások, azok többnyire fölfele mennek majd. Ez a két fő járat van, egyik ebbe a hideg zónába. Igazából eredetleg ezt a cuccot a kellett földerítenünk. Aztán majd meglátjuk még mit találunk. Itt pedig jó eséllyel ez lesz a fő járat az űrrész felé. És ezt a létrát áthúzzuk mi anyagra. Annyival hozzájárulunk a gyorsításhoz. Viszonylag gyorsan fölfutnak. Pikpak fölfutnak, fölfúrják, stb. Itt néhány utolsó fúrás, egy-két utolsó pózna. És kész. Innentől lehet fölfele haladni, kifelé az űrbe. Az egyetlen probléma, hogy jelenleg nem találtam azt hiszem gőz forrást, úgyhogy nem tudom honnan lesz gőzrakétánkhoz gőzhajtómű. Már pedig az 400 cuccot igényel. Elég sok utat az űrbe. Ahem.
Úgyhogy az egy jó móka lesz. Gőzt termelni, ha csak nem lesz egy alkalmas forrás. Valahol. Széndioxid 55-ön, mínusz 55-ön. Ez meg 500 fokon. Érdekes. Mind a kettő széndioxid, de 500 fok eltéréssel. Hát itt teszünk egy oxigén tisztítót, hogy itt valamennyire javítsuk a helyzetet. Nem drasztikusan, de azért egy picit. Picit illene. Hol és hogy fogunk tudni elférni, azt még nem tudom. Ez egy relatív fontos szakasz lenne. Egyébként pont annyi, amennyit ki tudtunk festeni. De persze nyilván ezt a pár darabkát már le fogjuk festeni a végén valamikor. No. Mi fene rohangászás?
Na, hoztak egy adag homokot, és akkor megkezdi az oxigén tisztítást. Ahogy azt illik. Pár kósza műanyag darabka azért már elkészült, és lehet törni az égbe a végtelenbe. Na, itt haladnak azért darabkákkal, de haladnak. Méretesebb szénmező, mindig hasznos. Egyébként ezt az olaj fúrásokat is hébe-hóba végzik ezek szerint. Oda sem lustiznak végtelenbe. Műanyag fúrások, faragások. És irány föl. Egyetlen kisebb probléma, hogy ugye abisszalátot fúrunk, ami nem egy gyors folyamat. De hát így alakult. Ó, és megint egy adag vízpamacs. Mert felteszem, megint fúrtak egy jégdarabot itt.
Na hát az első feladatok lefele vezetnek mindig. Aztán ezúttal törölgetnek. Onnan meg szerte szétszaladnak. Még talán ide is eljut egy pár emberke, úgy bizony. Hasznos. Hasznos, azért jelöltük ki, mert kell. Főleg a fosszília miatt. És kifogytunk vízből, ami nem túl egészséges. Ez alszik, ez meg időnként termel, ügyesek. Lassan minden irányba. Ami összességében azt eredményezi, hogy sehova semmit. Persze. További fosszének egy hatalmas gyémánt mező, de az mondjuk itt is akad. Akár csak itt is. Innen meg lassan csurog lefelé. Fekete aranyunk. Ez lesz a probléma, hogy lassan-lassan de melegszik ez az egész nagy mező. És jelenleg nulla Wort seedünk van arra, hogy hűtést telepítsünk oda. Ide, innen lehet majd szerezni árat. Mondjuk azért az a pár az bőven elég lehet ott egy komolyabb hűtőrendszerre.
ami majd birokra kell a fűtéssel. De ahhoz először a magokig el kell jutni. Ami egyelőre még nem történt meg. Nem sokon múlik. És pont ezért valószínűleg egyébként ezt a szakaszt egy kicsit előrébb is hozom. Onnan csurogva ez elérhető. Ez így tiszta sor. Továbbiak újra és újra. No. És akkor azok is elérhetőek, ha és amennyiben jól számoltam. No és akkor itt majd tudunk szerezni pár magot. Rengeteg magot.
és annál is több pacsmagot. De hát ezt tudtuk, hogy itt ilyen problémák lesznek, vagy lehetnek. Fölolvad, megfagy, fölolvad, megfagy. Hatalmas pacsmag. Újra és újra. Na, de mondjuk, ha kifúrtuk az összeset, akkor elvileg a pacsmag megszűnt. És nagy számú Wort magot beszerezhetünk, ami mindig hasznos. És itt lehet fölhaladni létre nélkül, de ez majd a legközelebbi időszak feladata lesz már. Még a műanyag padlót áthúzzuk. Folytatjuk legközelebb. Hát elsősorban némi Wort magot szereztünk, meg rengeteg vizet pacsmagoltunk.